Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Magamról egy-két gondolat, én Budapesten élek családommal. Feleségemmel most már több mint 35 éve vagyunk házasok, és elmondhatjuk azt, hogy boldog család életünk van. Ez nem mindig volt így, sokat tettünk azért, hogy ez így legyen. Voltak mélypontok. Lett két fiú gyermekünk, akik már felnőttek. 87 óta kezdtem el foglalkozni emberekkel. 91-től kezdtem el szervezéssel foglalkozni, és kezdtem el létrehozni csapatot, és azóta vannak általam szervezett saját embereim, és azóta van csapatom. Természetesen nem tudom azt mondani, hogy ugyanaz a csapat van mindig, de egy növekvő csapat van, az biztos. 93-tól vezetek, tanítok embereket, azóta van szerencsém több tízezer ember képzésében személyesen részt venni, és több tízezerrel foglalkozni. És az alatt, az idő alatt, 91-től több százezer embernek vittünk el a csapatommal valamilyen életjobbító lehetőséget az elmúlt sok év során. Úgy sikerült ezt megtenni, hogy négy területen lettünk piacvezetők, négy különböző területen, abból három anyagi világgal foglalkozó pénzügyi terület volt a múltban, abból kettő olyan eredményesen sikerült, hogy azóta se sikerült lekörözniük azokat az eredményeket a akkori konkurenciának, meg hát ugye azok a területek még mindig működnek. Amit most csinálunk, ebbe is sikerült piacvezetői pozíciót elérni, egyébként ezt a tevékenységet, ezt 9 éve kezdtük, és amit csinálunk, az teljesen egyedi, és ahogy csináljuk, az meg aztán abszolút, de igazából az előző három piacvezetői pozíció is azért sikeredett, mert hogy ahogy csináltuk azon a területen, az teljesen egyedi működés volt, pedig ott jócskán volt konkurencia. Hát ezen a területen, hát megmondom őszintén, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy konkurenciamentesen tevékenykedünk. És hát nem biztos, hogy lesz konkurenciánk egyébként. No, akkor hát nézzük meg azt is, hogy miért valószínű, hogy nem lesz. Hát ugye azáltal, hogy ugye én emberek vezetésével foglalkozom, ugye már elég régen, és saját szervezésű csapatom van. Az első cégemet az 93-ban hoztam létre, és gyakorlatilag az most is létezik, és illetve a 94-ben létrehozott cég létezik, a 93 az elődje volt, de annak alapján lett létrehozva a következő. És hát ugye az szolgálja, hogy ez a tevékenység jobban menjen. Hát ugye van tehát mögöttünk egy KFT, meg van mögöttünk egy részvénytársaság. A KFT-t úgy hívják, hogy Tanoda 2000 KFT. Tehát ez a 94 februári, illetve 94 júniusi alapítású. És a Hunor Trade ZRT, az pedig egy 96-os alapításról, azt hiszem, ha jól emlékszem, 96 őszén lett alapítva. Tehát lényeg az, hogy ezek a szervezetek mindig azt szolgálták, és azt szolgálják, hogy biztos hátteret adjon a szervezésnek, és természetesen a valamilyen szintű működésnek is, tehát annak a szolgáltatásnak, vagy tevékenységnek, amit
éppen ugye végzünk, vagy végeztünk a múltban. Tehát, ha nézzük meg, hogy mit is csinálunk, hát egy teljesen egyedüli dolgot csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást, és azokat a képességeket, amely által az emberek képesekké válnak, szeretetben, békében és boldogságban élni. Hát ez az kell, hogy az ember szeretetben, békében és boldogságban éljen. Hát az kell, hogy képes legyen az ember az élethelyzeteit helyesen kezelni, a problémáikat megoldani, illetve megelőzni, céljaikat megvalósítani, és természetesen az is fontos, hogy a környezetükben lévő embereknek segítségükre legyen azokban, hogy ők is képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen kezelni, a problémáikat megelőzni, megoldani, és megvalósítani a céljaikat. És természetesen még az is fontos, hogy ők is képesek legyenek ebben másoknak segítségére lenni. Tehát ugye, akkor mondhatnánk azt, hogy tanítjuk azt, hogy az ember hogyan oldja meg a saját élethelyzeteit, hogyan kezelje helyesen, tanítjuk azt, hogy hogyan oldja meg a problémáit, hogyan előzze meg a problémáit, hogyan valósítsa meg a céljait, és azt is, hogy hogyan segítsen ebben másoknak, sőt azt is, hogy hogyan tanítsa meg másoknak a segítést, hogy ők hogyan tudjanak segíteni másoknak. Nem tudom, ez így elég világos volt-e. Tehát, hogyha egy ember tudja, hogy hogyan működik mondjuk az élet, vagy hogyan működik az ember, és ebbe elkezd tanítani másokat, és mások is elkezdik jól működtetni a saját életüket, vagy a saját élethelyzeteiket, vagy ugye megismerik önmaguk, illetve mások működését, ebben még nincs megoldva az élet. Ugyanis mi van akkor a további emberekkel? Tehát az a baj, hogy az ember hozzá alkalmazkodik a környezetében lévő emberekhez. Tehát mindenki olyan, mint a környezetében lévő olyan emberek, akikkel a legtöbbet érintkezik. Tehát ugye van egy ilyen mondás, hogy madarat tolláról, embert meg barátjáról ismerni meg. Tehát igazából mondhatni azt, hogy hát az ember olyan, mint a barátai. Tehát hogyha barátaival van a legtöbbet, akkor leginkább a barátai hasonlítanak hozzá. Ha valakinek, mit tudom én, a rokonai van a legtöbbet, akkor olyan, mint a rokonai. Ha mit tudom én, a kollégáival van a legtöbbet, akkor olyan, mint a kollégái. Tehát az ember olyan, mint a környezetében lévő olyan emberek, akikkel a legtöbbet van. És ha az ember hát változást akarna az életében, de miért kellene változás? Hát nem tudom, mennyire vagytok elégedettek azzal, ahogy alakul a világ, ahogy működnek az emberek. Ki az, aki nem elégedett ezekkel a dolgokkal? Oké. És nem lenne jobb, hogyha az emberek mondjuk jobban bánnának önmagukkal, másokkal, az élethelyzeteikkel? Nem lenne jobb? Tehát mondjuk gondolj bele, mit tudom én, te vagy egy tudatossági szinten. Tehát ugye én elég sokat foglalkozok azzal, hogy felmérjem az emberek tudatossági szintjét. Ami azt jelenti, hogy hála Istennek most már valahogy ez nálam úgy működik, hogy gyorsan fel tudom mérni valakinek a tudatossági szintjét. És ugye minél tudatosabb egy ember, annál könnyebben boldogul az életben. És annál kevesebb problémát idéz elő a saját életében, saját magának, illetve másoknak egyaránt. Tehát, hát hogyha az emberek nem tudatosan élik az életüket, hanem mondjuk ösztönösen, mit értünk ezen, hogy ösztönösen? Hát mondjuk úgy, ahogy mintaként elsajátították a szüleiktől. Na most erre azt lehet mondani, hogy az vagy jó volt, vagy nem. Nem?
Na most honnan tudni, hogy az jó volt, vagy nem volt jó? Hát meg kell nézni, hogy azóta, mióta te kisgyerek voltál, elnézést, hogy tegeződöm, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, itt mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Tehát mikor kisgyerek voltál, ahhoz képest megnézed, hova jutottak a szüleid. Nem? Tehát most ne csak anyagi szempontból nézd, hanem mondjuk szeretet szempontjából. Tehát kellően szeretik az embereket, a szüleid? Akkor nézzük tovább, mondjuk elismerés szempontjából. Kapnak a szüleid elég elismerést másoktól? Tudnak adni a szüleid másoknak elég elismerést? Vagy nézzük meg abból a szempontból, hogy mondjuk egészség. Egészségesek? Nem betegesek? Akkor nézzük tovább, de ugye, ha esetleg szétváltak a szüleid, akkor nézd meg mind a kettőt. De csak az egyiket. Jó? Ha együtt vannak, akkor nézd ugyanúgy, mind a kettőt. Mert nyilván, ha együtt vannak, akkor egymásra is hatással vannak. Természetesen. Akkor nézzük például azt is, hogy mondjuk mennyire szabadon élik az életüket. Ha esetleg már nyugdíjasak, akkor mondhatod, hogy szabadon élik az életüket. De azért ugye akkor megkérdezném, hogy mondjuk az a jövedelem, amiből a szüleid élnek, az honnan származik? Tehát mondjuk milyen tisztességes tevékenységből származik? Vagy mennyire nem tisztességes tevékenységből származik, vagy esetleg mondjuk valakitől elvették azt a pénzt, hogy ő mondjuk nyugdíjasként megkapja a nyugdíját. Mert ha megnézed, akkor ma a nyugdíjasok úgy kapnak nyugdíjat, hogy azt a pénzt valakitől elvették. Tehát az nem úgy működik, mint ahogy a nyugdíjasok gondolják, hogy ők dolgoztak a nyugdíjukért, és az állam befektette azt a pénzt, amit ő nyugdíjba befizetett. Hát szép is lenne, ha ez így lett volna. Csak ez nem így volt, hanem ez úgy van, hogyha ma egy nyugdíjas kap nyugdíjat, akkor azt mástól, egy aktív dolgozótól elveszik, ha kell, erőszakkal. Na most, te mikor valaha dolgoztál, vagy dolgozol, és adót fizettél, akkor beleegyeztél abba az adófizetésbe? Megállapodtak veled, hogy te mennyi adót óhajtasz fizetni? Akkor onnantól kezdve vajon azt elvették, vagy megállapodtak veled? Elvették. Most az mindegy, hogy milyen módon, törvényesen vagy törvénytelenül veszik el, akkor is elvett dolog. Tehát nem két fél megállapodásából jött létre, hanem egy a hatalmi pozíciójánál fogva fogta és elvette a gyengéptől. Hát nyilván a hatalom mögött ott van a rendőrség meg a katonaság. Mögötted ki volt? Te önmagad meg a családod. Ezért nyilván ők voltak hatalomban és úgy vették el a pénzedet, ahogy akarták az adóban. És akik most adóznak, azoktól is úgy veszik el, ahogy akarják. És ha valaki nem akar adót fizetni, akkor mit csinálnak vele? Hát még lehet, hogy bedugják börtönbe is. Oké? Okay? Pedig ugye a börtönt mire találták ki? A börtönt arra találták ki, hogyha valaki veszélyes az emberekre, akkor elszeparálják az emberektől. Erre találták ki? Nem büntetésre találták ki, hanem az olyan embereknek találták ki a börtönöket, akit el kell szeparálni a többitől, mert mondjuk erőszakos cselekményeket végez. Érted? Tehát mit tudom én, megerőszakol nőket, vagy
kirabol embereket, vagy meggyilkol embereket, a börtöneket erre találták ki, nem arra, hogyha például valaki, mit tudom én, önszántán kívül hibázik, akkor mondjuk becsukják börtönbe, pedig becsukják. Vagy mit tudom én, valaki mondjuk nem fizet adót, és akkor fogják és becsukják börtönbe. Hol van itt a társadalomra veszélyesség? Tehát akkor nézzétek meg, hogy gyakorlatilag vajon a lakossággal szemben az állam alkalmaz erőszakot. Szó szerint. Hát alkalmaz. Mondom, eredendően minden börtönt azért találtak ki, hogy a veszélyes embereket a társadalomtól, tehát a társadalomra veszélyes embereket a társadalomtól elszeparálják. Nem arra, hogyha valaki hibázik, vagy valaki, mit tudom én, nem fizet adót, akkor becsukják börtönbe. Nem erre találták ki? Tehát lényeg az, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol nézd meg, hát elég furcsán működnek dolgok. Tehát ezért ugye ott tartottam, hogy nézd meg a szüleidet, miből élnek, hogy élnek. Tehát ugye egészségről beszéltem, akkor beszéltem a szeretetről, beszéltem az elismerésről, elég szabadok-e, és honnan van a jövedelmük. De egyébként nézheted azt is, hogy az ismerőseid, akik dolgoznak, akik még nem nyugdíjasok, azok honnan szerzik a jövedelmet? Mondjuk szolgálnak valami elnyomó szervezetet? Jó kérdés, nem? Vagy az az elnyomó szervezet látszólag nem elnyomó szervezet, de mégis úgy hívják, hogy multinacionális vállalat. Én nem ismerek olyan multinacionális vállalatot a bolygón, amely ne kihasználná az embereket. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kihasználásuk révén elnyomja őket. Tehát ha például valaki mondjuk olyan helyen dolgozik, amely szervezet egyébként elnyomja az embereket, tehát kihasználja, akkor az elnyomást szolgáló tevékenység. Most mondok példát. Hány olyan szervezetet ismersz, amely a bevételeinek a 72%-át kifizeti azoknak a személyeknek, akik abban a szervezetben tevékenykednek. Vagy annak a szervezetnek a működéséhez, fejlődéséhez, munkájához hozzájárulnak. Hány ilyen szervezetet ismersz a bolygón? Hát egyet, azt úgy hívják, hogy PPH. Így van, egyet. Egyet ismerhetsz. Jó? És ugye a PPH mögött van a két, ugye a szervezet, két cég, a hivatalos két cég, a Hunotrét ZRT és a Tanoda 2000 Kft. Tehát lényeg az, hogy ugye hogy jutottam ide? Úgy jutottam ide, hogy az emberek úgy működnek nagy részben, ahogy a szüleiktől láttak mintát. Vagy későbbiek folyamán, ahogy eltanultak dolgokat. Tehát ugye arról beszéltem, hogy ösztönös működés. Tehát ha az ember minta alapján működik, az nem tudatos működés, az ösztönös működés. Ha az ember eltanul dolgokat és annak alapján működik, az nem tudatos működés, az ösztönös működés. Mi a tudatos működés? A tudatos működés az, hogy a jelen helyzetnek
megfelelően cselekszik, vagy hozza a legjobb döntést. Ha ne, valaki nem a jelen helyzetnek megfelelően cselekszik, vagy nem annak alapján hozza a döntéseit, akkor ő nem tudatos. Tehát ő tanulhatott akármit, ha az a jelen helyzetben nem megfelelő döntés. Akkor az nem tudatos, hanem ösztönös. Tehát nyilván a tanulás az segít abban, hogy az ember jobb döntéseket hozzon. De az emberek vajon mindig a jelennek megfelelően cselekednek? Hát eleve lehet, hogy az a tudás már rég elavult, nem? Vagy lehet, hogy olyan tudás, amit már nem sokra tud használni. Tehát ugye azt látod az embereknél, hogy mindig frissítik a tudásukat? Persze, vannak olyan szakterületek, mint mondjuk az informatika, ahol nem is tud boldogulni, ha nem frissíti mindig a tudását. De az csak egy terület. De az élete nem az informatikáról szól, hanem neki van saját maga, mert az informatika az mondjuk csak a munkája. Tehát ő ott van saját magának, akkor ott van neki mondjuk a párja, ha van neki párja, ott van neki mondjuk a szülei, hát ha még van, ott van neki a gyereke, ha már van, nem? Akkor ott van neki az a jövedelem, amiből vagy tud gazdálkodni, vagy nem. Nem? Ott van a környezete, a környezetében lévő emberek, vagy ha megnézzük a nagy környezetünket, a bolygó. Hát most gondold végig, a legtöbb ember azt gondolja a bolygóval kapcsolatban, hogy nem tehet a bolygóért semmit. Hát hogy ne tehetnénk a bolygóért? Mindenki a saját lehetőségeinek miért nem tehet a bolygóért, nem? Tehát, hogyha csak az ember végig gondolja azt a gondolatot, hogy mi a helyes vagy a helytelen, amikor az ember a saját cselekvését vagy saját döntéseit hozza, és cselekszik, akkor az ember eldöntheti, hogy most helyesen cselekszek, vagy nem helyesen. Nem? Mondhatná az ember, hogy mit tudom én mondjuk, mit tehetünk azzal, hogy mondjuk ég az erdő? Nem? Itt a bolygón. Hát nem tehetünk semmit. De például ugye simán lehetne például azt csinálni, hogy az emberek helyesen gondolkodnak, ha helyesen gondolkodnának, hogy mit tudom, arra gondolnának, hogy azon a területen legyen nagy eső. Tehát most, ha arra gondolnak az emberek, hogy ja, Istenem, ég az erdő, és egyre nagyobb területen ég, és már mindent veszélyeztet az égés, akkor annak mi köze ahhoz, hogy mondjuk azt szeretnénk, hogy azon a területen essen az eső? Hát semmi. Sőt, pont ellentétes vele. Gondold végig. Tehát mi a saját gondolkodásunkkal, ha helyesen gondolkodnánk, mint emberiség, el tudnánk kérni azt, hogy mondjuk azon a területen legyen egy nagy eső, és eloltsa az egészet. Mert úgyis ez lesz. Így is, úgy is. De hát az emberek csak arra gondolnak, hogy jó, Istenem, mi lesz velünk, hogy ég az erdő? És akkor leég, persze, azért leég, mert így gondolkodunk. De hát miért mondom ezt? Mert nagyon egyszerű dolog, ha az emberek tudnák azt, hogy a gondolataiknak teremtő ereje van, akkor egy kicsit másként élnék az életüket. Tehát minden gondolatod, ami megfogalmazódik benned, annak teremtő ereje van. Tehát, hogyha látsz valami rossz hírt, és utána elkezd el azzal negatívan foglalkozni, vagy rád nézve negatívan foglalkozni, akkor ne csodálkozz, ha utána esetleg az az esemény veled is megtörténik negatív
meg történésként. Tehát az emberek úgy működnek, hogyha tudnák, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, akkor ez a bolygó nem itt tartana, ahol tartana, vagy ahol tart most jelenleg. Tehát minden embernek, mondom, a gondolatainak teremtő ereje van. Mindenkinek kivétel nélkül. Tehát minden ember gondolatainak teremtő ereje van. És ha hírekben, mit tudom, olyan híreket látnak, hogy ott nézi az ember a küzdelmet mondjuk a tűzzel, és senki nem tanácsolja azt nekik, hogy drága embertársaim, hát már arra gondoljatok, hogy ott legyen egy nagy eső, és oltsa el az egészet. Mondok erre példát, jó? Csak hogy lássad, hogyan működik ez kicsibe. Ha kicsibe így működik, akkor nagyba is. Volt nekem egy házas pár ismerősöm. És hát ők is emberek szervezésével foglalkoztak, és főleg a hölgy volt nagyon ügyes ezen a téren. Tehát nagyon jól tudott az emberekre hatni. És nagyon nagy csapatot volt képes szervezni, mondom elsősorban a hölgy. Tehát a hölgy volt ebben ugye az élenjáró. És ugye elértek komoly eredményeket az emberek szervezésében, hatalmas csapatot hoztak létre, és akkor utána, amikor elérték az eredményeket, akkor az volt a dolguk, hogy elmentek nyaralgatni. Ide, oda, amoda, emide, és hónapokon keresztül csak utaztak, nyaralgattak. És akkor az egyik nyaralásukon, hopp, a hölgynek elkezdtek leállni a szervei. Egyik pillanatról a másikra. Tehát semmi előzmény. Makkegészséges volt, és egyik pillanatra elkezdték. Orvosok kivizsgálták, és azt mondták, 24 órája van körülbelül. Erre mivel csapata volt, gyorsan gyorsan szólt a csapatban lévő vezetőknek, a vezetők tovább szóltak az embereknek, és csináltak egy imaláncot. És amikor elkezdtek ugye imádkozni a hölgyért, kezdett visszaállni a szerve, szervei kezdtek visszaállni. Pedig az orvosok lemondtak róla. Na most akkor mondok másik példát, jó? Tehát meg is gyógyult utána, pár héten belül teljesen. Másik példa, hogy ugye tanulmányozom már évtizedek óta, hogy hol vannak természeti katasztrófák, és mindig ott vannak, tehát ilyen földrengésekre, vagy ilyen nagyobb, tehát ne ilyen erdőtűzre, meg ilyen szándékos dolgokra gondolj, hanem ami tényleg a természet hoz létre, ugye, és mindig azt látom, hogy olyan területeken vannak ilyen nagyobb természeti katasztrófák, ahol a lakosság nem helyesen gondolkodik. Tehát a lakosság nagy része negatívan gondolkodik. Tehát mit tudom én mondjuk, tönkre teszik a saját életterüket. Tehát most azért nézd meg például, hol vannak most a nagy erdőtüzek, tudtok róla? Ki tudja, mert én nem nagyon jártam utána, hallottam ilyen, hogy Amazonas környéke, tehát Brazília. Afrika. Afrikában is van? Igen, az van, igen. Aha. Legalább akkor ugye van, izéről is hallottam, Oroszországban, Szibériában. Szibériában, így van. Na most akkor nézzük meg, hogy ezeken a tájakon milyen emberek élnek. Hát gyakorlatilag, akik azt lehet mondani, bocs, hogy ezt kell mondanom, szinte leszarják a környezetüket. Ami azt jelenti, hogy eddig fogták, azt írtották az őserdőket. Oké? Okay. Akkor, mint tudom, Szibériában nem foglalkoztak az egésszel, ami volt. Hagy legyen úgy, ahogy van. De megnézed, az összes olyan területen van ez a nagy tűz, ahol az emberek ilyen közömbösek voltak
a természettel kapcsolatban. Teljesen. Vagy még annál rosszabb, inkább negatívak voltak a természettel kapcsolatban. Megnézed például, miért van a Szahara, vagy miért van bármelyik sivatag a Földön? Azért, mert az ott lévő emberek, akik ott éltek, azok kiirtották a fákat és nem telepítették. Ilyen egyszerű. És nem telepítették vissza. Tehát egyszerűen felhasználták, ugye a kiirtást így értsd, mert felhasználták vagy a fákat, meg a fákat is, meg a területet is. Elkezdték felhasználni, és nem telepítettek oda a fákat. Mert ha megnézed, ugye hol van a legtöbb fa a bolygón, pont abban az égőben, ahol a Szahara van. Hát ugye ott vannak a trópusok is. Tehát Afrikában is trópus volt régen. És most miért van sivatag? Hát mert az életterületüket az emberek fölélték. Hát nézd meg! Hát azok a népek, akik felélték az életterületeket, ahol most a sivatag leginkább van a bolygón, azok most mennek át más területekre felélni az életteret. Ezt úgy hívják, ezt régebben úgy hívták, de még mai napig is úgy hívják, hogy sáska népek. Tehát föléli azt az életterületet, ahol van, és utána odébb áll, és föléli azt az életterületet is, ahol van. És akkor megint odébb áll. És ezt nem tudom, tudjátok-e mióta van? Atlantis óta. Atlantis óta. Hát az meg egy... nem most volt. Nem most volt. És azóta ezek a sáska népek ezt csinálják. És megnézed, az, a Földön az összes sivatag, ahol van, ott sáska népek élnek azon a környéken. Hát élnek már, már a nagy része az tovább át. Így van, vagy éltek. Így van. Tehát most gondolj bele, mit tudom én, egy ember úgy működik, hogy föléli a saját életterületét, vagy nem gondoskodik. Tehát mi értelmes embereknek kellene, hogy legyünk. Hát egy értelmes ember ez nem éli föl az életterületét, nem? Ha kivág egy fát, akkor ültet helyette, nem? Tehát most, mit tudom én, mondjuk eljönnél arra a környékre, ahol én lakom, és végignéznél, hol van a legtöbb fa a telken, akkor azt látnád, hogy nálunk. Érted? Tehát, ami annyit jelent, hogy már mi magyarok is, hát most gondolj bele, emlékezz arra vissza, hogy még a városokban, nyilván most nem a kődzsüngelről beszélek, hanem a zöldövezeti területeken régen tele volt fával. Fogták, kivágták és ültetnek helyette füvet, meg tujját. Érted? Hát a tuja nem is őshonos növényünk, eleve ott kezdődik, oxigént az nem sokat tud termelni, mert nem lompulató és nem levele van, hanem ilyen, mit tudom én, milyen. Hát a porfogó, így van. Pókfogó? Szóval lényeg az, hogy most gondold végig, tehát az is számít, hogy az ember mondjuk a saját kis élőhelyét, azt a kertjét, amiben él, azzal mit csinál? Érted? Hát nyilván valaki, mit tudom, azt mondja, hogy lusta leszedni a gyümölcsöt, hát attól még lehet gyümölcsfája, legfeljebb majd lepotyog magától. Az úgysem marad fönn. Az úgy is lepotyog. Így van. Hát így van. Nem baj az, hogyha lepotyog, semmi gond nincs vele. Zöld trágya, így van. Tehát, na most, hát a sok kicsi sokra menne, nem? Tehát mi is kezdünk, mi magyarok olyan, vagy inkább úgy mondom, európai népek, kezdünk olyanná válni, hogy föléljük a saját környezetünket. Tehát, ha az ember tudatos, akkor ne abból induljon ki, hogy a szülei
től mit látott, vagy mit tanult. Na most, ha az ember abból indul ki, hogy a szüleitől mit látott és mit tanult, akkor ugye azt látjuk, hogy itt, amit nézzük a korosztályokat. A korosztályok a következőképpen alakulnak. Ez már egy tanítás, nem nagyon rakok bele tanításokat az első részben, de az emberek jó, ha tudják. Hogy? Azt mondja, hogy 43-tól van egy korosztály 68-ig. 3, 4, 5, 6, 7. 67-ig, bocsánat, igen. Tehát 43-tól 67-ig, tehát 1943-tól 1967-ig. Akkor utána van egy korosztály 18-tól 8, 9, 10, 1, 2, igen, 42-ig. Az egy másik korosztály. Oké? Na, azelőtt pedig volt egy megint másik korosztály. Ezeket úgy hívják, hogy generációk. És ha megnézzük a generációkat, akkor azt látjuk, hogy ezek a az a generáció, amely 18 előtt született, az teljesen normálisan tudta az életét élni. Teljesen normális. Az még élt a hagyományokkal. Az még úgy nevelte a gyerekeit, ahogy azt nem gyerekeket nevelni kell. Így van. És 18-ra elindult egy új generáció az egész világon. Tehát ez nem csak Magyarországra vonatkozik, ez bolygószintű. És kezdődött, 18-tól születettek, az megnézed, mondjuk 38-ra, 39-re lett felnőtt. Mert 21 éves korra lesz, addigra nő az ember fejelágya be igazából 21 éves korra. Tehát addigra lesz felnőtt igazából. Tehát nem a 18 a felnőtt kor, hanem a 21. Tehát az azt jelenti, hogy az elsők, akik 18-ban születtek, azok 39-re lettek felnőttek. De akkor jött a világháború. Akkor sokat nem tudtak tenni, ugye? Majd jött 45, ugye felszabadulás, tehát inkább úgy mondanám, hogy a háború vége. De akkor már 7 év, ugye 6-7 év lement abból a generációból születésbe, és akkor születtek tovább az emberek, ugye 18-tól 43-ig, mert az egy generáció. És megnézed, mit csinált ez a generáció, a 18-tól 43-ig született generáció. A világon mit csinált? Főleg a fejlett országokban, ide tartozunk mi is. Fogta és az összes hagyományt lesöpörte a földről. Úgy, ahogy volt. Mindent. Gyakorlatilag semmit nem hagytak. Semmit. Onnantól kezdve ezzel, hogy lesöpörték az összes hagyományt, ezzel a következő generációnak, a 43 után született generációnak, vagy 43-tól született, egész 68-ig született generáció, már nem jó mintát látott. Az én generációm az már nem jó mintát látott. Tehát amit láttam, azt nagyanyámtól, aki 6-ban született, 906-ban, attól még jó mintát láttam. A nagyapámtól, aki 90-valahányban született, még 1890-valahányban született, azoktól jó mintát, jó mintát láttam. Mind a két nagyapám 1890-valamennyiben született. Mind a kettőtől jó mintát láttam. Érted? A szüleimtől már nem. Na most gondolj bele, hogy én legalább jó mintát láttam a nagyszüleimtől, mert három generációs családban nőttem föl. Ami azt jelenti, hogy a nagyapámnak volt legalább hatása rám 13 éves koromig, meg 74-ben halt meg.
A nagymamámnak meg 2000-ig volt rám hatása. És ami azt jelenti, hogy szívesebben voltam a nagyszüleimmel, sokkal, mint a szüleimmel. Sokkal. De nem is lehet a kettőt összehasonlítani, hogy mennyivel szívesebben voltam a nagyszüleimmel, mint a szüleimmel. Három generációs család, tehát én bármikor ott voltam a nagyszüleimnél, mert fogtam, átmentem egy ajtón, és már a nagyszüleimnél voltak. Tehát én még láttam hagyományos működést. Még láttam jó mintát. Kaptam tőlük jó tanítást. Mert ugye 7 éves kortól van a tanítás, 0-tól 7-ig ugye van a mintaszerzés. 14-től 21-ig meg az útkeresés, ezért boldogultok nehezen a kamasz gyerekekkel. Mert utat kereső. Keresi az útját. És lényeg az, hogy ugye én láttam jó mintát a szüleimtől, meg sokan, akik hasonló helyzetbe éltek. Nem a szüleimtől, a nagyszüleimtől. De a szüleimtől én nem láttam jó mintát. Tehát a szüleimtől, tudod, mit láttam? A legfontosabb számukra pénz volt. Én ezt a mintát láttam. A nagyszüleim számára nem a pénz volt. Tudod, mi volt? Az emberi kapcsolat. Főleg a családi kapcsolat volt a számukra a legfontosabb. És nem a pénz. Nekik nem volt sok pénzük. Ők nem hajtották a pénzt, mint a szüleim. Érted? Tehát dolgoztak, de nem a pénzért. Így van, így van. Hát a nagymamám munkahelyen dolgozott. A nagypapám az már nyugdíjas volt, mikor ugye megismert, bár nagymamám is nyugdíjas volt, de ugye nagymamám még visszajár dolgozni alkalmazotti létben, mert ugye Pestről van szó. Tehát a vidéki szüleim azok természetesen nem így működtek, mert azok vidéki nagyszüleim, azok természetesen ugye másként működtek, ott nem volt alkalmazotti létük, előtte se. De a lényeg az, hogy gondold végig, hogy már minket hogy elszúrtak, pedig láthattunk jó mintát. Most képzeld el azt a gyereket, aki már a nagyszülei révén sem lát jó mintát. Mert mindenki a pénzt hajtja. És mindenkinek a pénz a legfontosabb. Nyilván tisztelt a kivételeknek. Na most, hogy lehet egy jó értékrendet létrehozni az embernek magában, hogyha azt a mintát látja gyerekkorban, hogy a szülőknek a pénz az az egyik legfontosabb dolog. Tehát például mondjuk a gyerek szeretetét pénzzel akarja megvenni. Tehát ami azt jelenti, hogy nem a gyereket szereti, hanem meg akarja vásárolni a gyerekének a szeretetét. És 100-ból 95 gyerek ezt látja. Akkor milyen mintát lát az a gyerek, akinek a pénzhajhászása, a szüleinek a pénzhajhászása fontosabb, mint a családi értékek? És akkor onnantól kezdve a minta alapján mit fog ő csinálni majd felnőttként? Hát amit lehet még elrontani, azt még jobban el fogja rontani. Hát eleve ott kezdődne a dolog, hogy mi az érték az életben. Hát ott kezdődik, hogy egymás szeretése, nem? Nem. Nem ezzel kezdődik a dolog. Utána ott folytatódik, hogy legyünk egészségesek, nem? Mert nincs egészség, akkor semmi nincs. Akkor az, hogy jól kijöjjünk egymással, aminek része, sőt, egyik meghatározó dolga, hogy képesek vagyunk-e egymást elismerni.
Például a párok mennyire képesek egymást elismerni, vagy a családtagok mennyire képesek egymást elismerni? És akkor nézzük tovább, hogy mennyire akarják az emberek egymást birtokolni. Vagy hagynak egy kis levegőt a másiknak, amit úgy hívnak, hogy szabadság. Az nem azt jelenti, hogy mindenki megy arra, merre akar, hanem azt, hogy nem folytja meg a jelenlétével a másikat. Vagy például, mondok egy másik példát, nem folytja meg avval, hogy állandóan hívogatja telefonon. És a másiknak már ekkora a feje, hogy nem hagy neki egy kis levegővételt. És az utolsó dolog ezzel kapcsolatban, illetve hát még lehetne itt ilyen kisebb dolgokat mondani, hát nyilván az is fontos, hogy az ember anyagilag rendben legyen, tehát ne kelljen az anyagiak felett siránkozni, tehát ne ott legyen az ember gondolata, nyilván ez fontos, ez is, de az is fontos, hogy az ember biztonságban érezze magát, nem? Na most, de ez a biztonság, ez azt is jelenti, hogy anyagi biztonság. Azt is jelenti. Tehát a biztonság azt is jelenti, hogy megbízok a másikba. Érted? Tehát ugye akkor van egy ember biztonságban, ha bízhat a másikba. Akkor van biztonságban, hogyha anyagilag nem fenyegetett. Érted? Tehát nincs anyagi fenyegetettsége. És nincs fizikai fenyegetettsége. Tehát ugye mi kell ahhoz, hogy mondjuk az ember mondjuk megbízhasson a másikba? Nyilván, hát egy olyan társadalomban, ahol az ember folyamatosan azt látja, tehát folyamatosan azt látja, hogy mennyire etikátlanok az emberek, sőt, valamilyen szintű etikátlanságra vannak késztetve az emberek, sőt, elhitetik az emberekkel, hogy akkor fogod magad jól érezni, ha etikátlankodsz. Tehát mondjuk, hogy mindjárt értsétek, hát minél jobban élvezed az életedet, érted? Hát annál jobb lesz neked. Tehát, ha nem tudsz mondjuk a pároddal eleget szexelni, akkor szexelj mással. Mert ezt a mintát látja az ember a tévében, nem? Meg a médiában. Mert a szex, ugye, az manapság nem fajfenntartás, hanem élvezet. Tehát mondhatnánk, hogy a szex élvezeti cikk. Nem? Na most semmi gond nincs a természetes folyamatokkal. Tehát semmi gond nincs azzal, hogy valaki mondjuk játszik. A játék szenvedéllyel már van gond. Semmi gond nincs azzal, hogy valaki a párjával szexel. De az ilyen felfokozott, állandó szexuális működés az már gond, nem tudom, világos-e. Tehát ilyen szenvedélyszerűen. Én ismerek olyan embert, aki állandóan szexelni akarna.
Érted? Nem nő, férfiről van szó. Ugye a nőben van ilyen, ilyen arra régen azt mondták, hogy fehér májú. Na most, tehát hogyha valamit már szenvedélyszerűen csinálunk, na ott kezdődik a probléma. Tehát nincs avval baj, hogyha valaki néha elfogyaszt egy-egy pohár alkoholt. Érted? Ha ezt már szenvedélyszerűen csináljon, akkor van a baj. Tehát most gondold végig, mondjuk egy férfi, ha minden nap szexelni akar mondjuk egyszer, kétszer, háromszor az asszonnyal, hát a nőnek ugye nem ez az indítatása. És ezt nem kapja meg a feleségétől, akkor előbb-utóbb mit fog csinálni? Hát meg fogja csalni az asszony. Mással fogja. Így van. Csinálni. Jó, tehát mondom, minden az a baj, ha, ha szenvedélyszerű a dolog. Érted? Tehát ha arra az ember már vágyik, na azzal van a gond. Tehát ha igazából megnézzük, akkor mivel van a legnagyobb probléma? Az ember vágyaival, nem? És hogy ez a vágy mennyire felfokozott. És ezt a vágyat ki fokozta fel? Ő saját magának fokozta fel? Vagy valami külső behatásra fokozódtak fel a vágyai? Mert ugye a vágy olyan, hogy hát ha az ember hagyja, hogy a vágyai eluralkodjanak rajta, akkor igazából kielégíthetetlen. Mert sose lesz elég. Na most, és hát ha valaki hagyja, hogy a vágyai eluralkodjanak rajta, akkor ő tudatos? Visszatérve megint a tudatossághoz. Hát a vágy semmi köze a tudatossághoz. Hogyha jobban megnéznék a világ, belenéznénk a világegyetembe, az összes felsőbbrendű lény az nem rendelkezik vágyakkal, csak az ember. Nem rendelkeznek vágyakkal a felsőbbrendű lények a világegyetemben. Csak az ember. Tehát az eszünknek, az értelmünknek nincsenek vágyai. Az eszünknek, az értelmünknek elérendő céljai vannak. Na most, a vágyakkal az a baj, hogy a vágyak általában elérhetetlenek. A célok pedig tervezhetőek. Óriási különbség, és végrehajthatóak. Tehát ami azt jelenti, hogy fogja az ember, és ha tudja, hogy mit kell tennie, akkor el tudja érni. Na most mondok egy kis történetet ezzel a vágy kérdéssel kapcsolatban, jó? Hát bement a férfi egy ilyen fehér nemű boltba. És hát azért ment be, hogy zoknit vásároljon magának. És akkor bement, oda ment a pulthoz, és a pulthoz oda jött egy gyönyörű, szép hölgy. És akkor kérdezte a férfitől, hogy mit szeretne, mit óhajt. És akkor a férfi fejében végig futott. Hát azt szeretném, hogy... hogy elvigyelek innen téged, ölbe, ágyba, stb. Stb. Jó, képzeljétek el a dolgot, hogy mit képzelt el a
hölgyre. De egyébként egy pár zoknit szeretnék. Na most, tehát gyakorlatilag azt, amit az ember el szeretne érni, azt el tudja érni. Amire vágyik, azt abszolút nem biztos, hogy el tudja érni. És egy olyan társadalomban élünk, hogy az embereket arra serkentik, arra ösztönzik, hogy vágyjanak erre, arra, amarra. Hát nézzek, az egész vásárlás erre megy ki. Tehát a tévét megnézed, ott vannak a reklámok, és az emberek elkezdenek vágyni arra, amit a reklámban lát. Tehát van nekünk egy fajta működésünk, egy úgynevezett bal agyféltekénk, ahol a következő ravasságot csinálják ebből a bal agyféltekével. Tehát fogják, mondjuk a férfiak számára úgy reklámoznak reklámokat, hogy mondjuk gyönyörű csinos hölgyek kínálják azt a dolgot. Na most, ilyenkor a férfi nézi azt a reklámot, és a tárgyhoz hozzákapcsolja a hölgyet. És a hölgyhöz hozzákapcsolja azt, hogy hát ez milyen gyönyörű, hogy megizélném én őt, stb. Stb. És ez mind elmegy az elméjébe, elraktározódik. És az elme nem tud külön, ez a bal agyféltek és elmék nem tud különbséget tenni. Ami azt jelenti, hogy ott van, amit, ami mondjuk tételezzük fel, mondjuk egy nadrágot reklámozott van, mit tudom, valamit, mit reklámozzon az a hölgy? A férfiaknak autót reklámozzon, így van. Mindegy, milyen autó, mondjuk legyen autó, jó? Azt reklámozta, legyen autó. És amikor ugye látja az autót, a férfi, akkor rögtön azt kattam be, hogy ő arra vágyik. De nem az autóra vágyik, hanem a nőre. Miért nem tudja megkülönböztetni ezt a két dolgot? Mert a kettő az együtt rögzült. Ami azt jelenti, hogy meglátja azt az autót, és akkor hú, hát ez nekem nagyon kell. De nem az autó kellett volna, hanem a nő, nem tudom, érted? És vágyik, és ha mondjuk nincs elég pénze, hogy megvegye azt az autót, akkor boldogtalanná válik, mert nem kapta meg azt, amire vágyott. Hát ha megveszi az autót, na akkor kielégül, nem vicc, komoly, így van, ki szó szerint kielégül, mert gyakorlatilag megkapta a vágyát. Közben nem az autóra vágyott, hanem a nőre, nem tudom, érted-e. Megkapta. Megcsajogja az autójával. Így van, és a feleségét megcsalja az autójával. Így van, szó szerint, mert utána többet lesz az autójával, mint a feleségével. De értsétek, gyakorlatilag így van, mert egyszerűen összekapcsolja az autót a vágyával, érted? És nem a feleségére vágyódott, hanem az autóra, ami egy gyönyörű nővel volt reklámozva. És erről fogalmuk nincs az emberek, hogy ez így működik. Fogalmuk nincs. Szóval, vagy mondok egy másik dolgot, jó? Mit tudom én, mondjuk van egy hölgy, mondjuk egy átlagos kinézetű hölgy. Jó? És akkor lát egy ruhát a tévében reklámozva. De azt ugye nem átlagos kinézetű hölgyek szokták reklámozni, hanem ilyen bombázók. És akkor ránéz, hogy ó, bárcsak én is ilyen bombázó lehetnék, mint ez. Milyen jó néz ki ez ott a tévében ez a nő. Ezt rögzíti az elméje. Rögzíti a vala ruhával. Értitek? És onnantól kezdve például lát
egy csinos nőt, akkor bekattan neki a ruha. Hát nekem az a ruha kell. Miért? Mert arra vágyódott, hogy úgy nézzen ki, mint az a csini baba. Ezért a ruhához. Tehát meg fogja venni a ruhát, nem tudom, világos-e. Ez nem tudatos, ez a tudat alatti manipulálása. És az illető azért veszi meg a ruhát, mert arra vágyódott, hogy ő úgy nézzen ki, mint az a nő. Érted? De hiába fogja megvenni a ruhát, soha nem fog úgy kinézni, mint ő. Világos ez? Ezért megveszi a ruhát, és amikor megvette, akkor boldog lesz, mert az a képet látja benne, mint amire vágyódott, érted? De utána hazamegy, és akkor már a párja nem azt fogja mondani, hogy hú, de bombázó vagy ebbe a ruhába. És onnantól kezdve berakja a szekrénybe, és akkor csak ott lesz. És ezt az értékesítők, tehát a nagyban értékesítők, a tévén keresztül reklámozók, a marketing szakemberek pontosan tudják, hogy így működik. Ezt tanították nekik. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az embereket úgy manipulálják, ahogy akarják, szó szerint. Szó szerint, mert tudják azt, hogy a látványt, a látvánnyal összekapcsolja. És a saját gondolataival összekapcsolja. Tehát amikor az ember egy lát valamit, és hú, hát erre vágyok, kész, ott a csapda. Mert a látványhoz a vágy összekapcsolódik. És onnantól kezdve addig hagyja az illető, amíg azt meg nem kapja. Érted? Ha kell, akkor hitelből veszi meg. Mindegy. Csak az övé legyen, érted? Igaz, hogy nincs rá szüksége, de amikor látta, akkor vágyott rá, érted? Na szóval, olyan jó, hogy ez így működik, nem nekünk, hanem ugye azoknak, akik ezt csinálják, meg azoknak is jók, akik már tudják az ellenszerét. Tudják, hogy hogy nézzenek például egy reklámra. Tudják, hogy hogy nézzenek például bármilyen olyan fajta működésre, ami vágyat gerjeszthet másokba is, hogy benne ne gerjesszen vágyat. De hát nem kell ezt tudni az embereknek, ugye? Mert nem kell tudni, mert hát biztos jó úgy, ahogy ilyen tudatlanul élnek, és vágyódnak dolgokra, és tönkreteszik a vágyaikon keresztül a saját életüket. Mert biztos, hát amit meg kell élni embereknek, azt éljék meg. De én úgy vagyok ezzel, hogy ha minél több embert meg lehet menteni ettől a sok baromságtól, akkor én ezt meg fogom csinálni. Érted? Tehát én nekem megmondom őszintén, az, hogy az embereket úgy manipulálják, ahogy akarják, és gyakorlatilag ezen keresztül hülyének nézik az embereket, ezeket nagyon nem tetszik. Én azt akarom, hogy az emberek a saját jelenükbe tudjanak úgy cselekedni, hogy ami nekik leginkább jó, és az érdekük, nem? Érted? Mit mondok? És nem azért cselekszenek, mert van egyfajta működésünk, és ezt kihasználja bizonyos kis szűk kör, érted? És az embereket úgy manipulálják, ahogy akarják. Na most, miért csináljuk ezt? Hát nekem van egy pár képességem, amit kaptam itt az elmúlt időszakokban, többek közt olyan, hogy kapok információkat. Hát közben lett egy nagyon érdekes dolog, azt majd a második részben, ha nem felejtem el, elmondom. Nos, most itt nem mondom. Tehát lényeg az, hogy ez a képesség
azt hozza, hogy küldenek nekem információkat. Tehát, hogy például miről beszéljek, vagy például arról, hogy mi várható a jövőben, vagy arról, hogy mi nem várható, vagy például arról, hogy ki miért olyan, amilyen, vagy miért volt ez, vagy miért volt az, vagy miért lesz ez, vagy miért lesz az. És ezeket a képességeket ugye arra kaptam, hogy megmutatom. Hogy az emberek képessé váljanak, tehát olyan tudást adják át az emberek számára, hogy képessé váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni. Hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Tehát azt is megkaptam információként, hogy mi lesz akkor, ha erre az emberek nem hajlandóak. Mert csak a PPH-nál van erre megoldás, de miért? Nem a PPH miatt. Tehát nem a PPH a termék, hanem az én információim a termék. Nem a PPH nyújtja a szolgáltatást, hanem az én információim a szolgáltatások. Tehát az a tudást, amit átadok, az a szolgáltatásunk. Csak egyetlen lehetősége van az embernek, a fentiek szerint, a lelki fejlődés. Tehát ugye a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy miért született. Két szóban meghatározható minden ember, hogy miért született le erre a bolygóra. Hogy lelkileg fejlődjön. Tehát a lelki fejlődéséért született le. Te is, mindenki, mindnyájan. Ezért születtünk. Tehát nem azért születtünk, hogy együnk, ígyunk, az élvezeteknek éljünk, nem ezért születtünk. Hanem azért születtünk, hogy boldogan tudjuk élni az életünket. Ehhez lelki fejlődés kell. És a boldog élet azt jelenti, hogy képes az illető a szeretetet működtetni, egészségesen képes élni az életét, képes arra, hogy elismerést adjon, kapjon, képes arra, hogy szabad legyen, képes arra, hogy biztonságban legyen, érted? És képes arra, hogy ebben másoknak is segítségére legyen. Tehát egy olyan társadalom jöjjön létre, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban élni. És ha nem csináljuk ezt meg, akkor azok az emberek, akik erre nem hajlandók, azok mindenféle problémát fognak megélni. És az a baj, hogy egyre inkább látom ezeket a dolgokat. Tehát látom azt, hogy mik fognak történni emberekkel. Tehát valamelyik nap például volt egy olyan helyzetem, hogy meg kellett valamit tennem szándékosan, és érdekes módon, nem tudom, hogy történt ez, kívülről láttam magamat. Tehát ilyen még nem volt. Tehát láttam magamat kívülről. Tehát cselekvés közben láttam magamat kívülről. Tehát még ilyet nem tapasztaltam, ez most volt valamelyik nap. Két napja. Tehát cselekvés közben. Nem sokáig, ez mondjuk egy ilyen 10 másodperc volt az egész. Nem sokáig volt. Nem, egyáltalán nem. Nem. Nem ijedtem meg. Én az ilyenektől nem ijedek meg. No szóval, lényeg az, hogy létrehozzuk az emberiség számára, hogy képesek legyenek az emberek szeretetben, békében és boldogságban élni. Ehhez viszont az kell, amit az elején elmondtam.
hogy képes legyél te szeretetben, békében és boldogságban élni, képes legyél arra, hogy mást tudjad ebben segíteni, hogy ő is képes legyen szeretetben, békében és boldogságban élni. Sőt, arra is képes legyél, hogy megtanítsd azt a másikat, hogy ő is tudjon segíteni másoknak, hogy ők is képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Érted? No, hát mindenkinek jó további képzést kívánok. Leszoktató coachképzésünk lesz, szenvedélyekről leszoktató coachképzésünk, egészen 4-10-ig, mint említettem. Lesz 20 perc szünetünk, innentől fogva, úgyhogy mindenkinek további jó képzést kívánok, és jó szünetet. Szeretlek benneteket, sziasztok!